91. Viktor! Gábor. Ez a film az jellegzetesen mai körülmények között készülő film. Ez a harmadik alkalom. Azt szoktam, az egy kicsit túlzás, de a harmadik alkalom, hogy a Miki bácsi filmjében részt veszek. El akarsz küldeni? Honnan tudod? Fotatod a lovonnak. Részt tőle. Most vagy? Nem. Általában véve az van, hogy amikor már látszik, hogy a film kezd kialakulni, mint a pénz, mindig az nagyon fontos, akkor elkezd a stáb. És az elsők között van a operatőr és a díszlettervező, mert ezt látja a közönség. Ez a Jancsó film, ez tényleg a régi klasszikus iskola, úgyhogy ez azt hiszem, hogy mindenkinek egy elég jó iskola. Nekem különösképpen. A régebbi filmjei azok 10 perces nittek voltak, tehát 10 percig tartott egy beállítás. Ilyesmi, ami itt az előbb is készült, vagy készülőben van. A Kapa Pepe filmek sem azok a úgynevezett klasszikus rövid snittek, tehát nem snittan snitt, mert ott is a jelenetekben a szereplők egy jelenetben beszélgetnek egymással, és a kamera követi őket, hol közelébe, hol akárhogy. De az egy kamaráb jellegű filmcsinálás volt. Szilencium után voltam, és mindenki egy kicsit úgy, azt gondolták, úgyse tudom megcsinálni, bár az elsőt megcsináltam, de másik biztosan nem fog sikerülni. És én csináltam a magam ötletei szerint, és úgy, ahogy a könyv involválta. Kijött a Miklós, azt mondja, jó. Attól kezdve megmaradtuk, hogy én megcsinálom a díszletet, és ő bejön. Persze ebben az is benne van, hogy előtte hónapokig beszélgetünk. Tehát a dolognak a szellemét az abszolút tudjuk. Te ki vagy? Az, akire rálőttél, a védőangyalod. Ilyen leszek majd akkor, amikor te vén ember leszel és a végét járod. Akkor majd megjelenek. Na, baromira elfáradok, megmondom őszintén, szóval ez a film, ez nagyon fárasztó. Ez még hogyha nem is dolgozunk annyit esetleg óraszámban, mint egy másik filmben, akkor is ez háromszor annyira kivesz belőlem erőt, úgyhogy ez este valóban úgy az ember. De inkább mentálisan. Hát ez egy tényleg ilyen koncentráció igénylő feladat. Kérünk szépen csöndet! Csak azt csinálom, ami abban a kamerában látható. Itt is csak azt tudom csinálni, ami van, és amit a Miklós begyömöszöl a káderbe. Majd olyanokat írnak, hogy a legelső magyar ember a királyért, minden honfikarja készen áll. Lejje népe boldogságán örömét, hír szerencse koszorúzza szent fejét. Ilyen nehéz feladatom, ami ennyire ilyen koncentrációigényes, és ilyen összetett, ilyen talán még soha nem volt, de más jellegű, ami szintén fókuszpulleri munkát eléggé igénybe vevő feladat olyan volt. Ez jellegzetesen Jancsó stílus, ahogy mondják, és hát az külön érdekessége, hogy a közel és a totál az egy beállításba, ugye 5-6-7 perc egy jelenet, és abban van a szuper közelitől a totálig, és hát érdekessége, hogy a világításnak úgy a közelibe is, mint a totálba jónak kell legyen.
Jó feladat. Nikolaj? Pillanat, éleséget nézzük.